Ahány ház, annyi szokás, tartja a mondás, de a közterület felügyelet munkatársai szerint így is fogalmazhatnánk. Ahány házszám, annyi szokás. Ebben a Nyíregyházi utcában például a legtöbb ingatlanon kétféle házszámot találunk. Kaptunk egy értesítést az önkormányzattól, hogy átszámozták a Magyarov utcát, mivel a szemközti oldal utólag lett beépítve, és ezért sok olyan szám volt, hogy 8A, 8 vagy A, B, C, és miután megváltoztatták a számozást, ezért át kellett írjuk a számokat, viszont fent hagytuk a régit is áthúzva, hogy esetleg aki régi címre küld levelet, az tudják még, hogy hát valamikor 8 volt, vagy 10 volt, vagy 12. Ebben az utcában a legtöbb házszám táblán az áll, hogy Darvas József utca, de a Nyír VV által kihelyezett tábla, és a GPS szerint is a Geduli Hendrik utcában vagyunk. Megtévesztő, nem? Tőlem szokták megkérdezni, hogy ha valaki keres valakit, akkor kérdezik, hogy na milyen utca. Annak érdekében, hogy a posta, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem és más szervek is a lehető leggyorsabban tudják megtalálni az adott ingatlant, a közterület felügyelet munkatársai idén április 11-től nagyszabású ellenőrzésbe kezdenek. A cél, hogy minden ingatlanra a helyes házszám legyen kitéve. Nyíregyházának szerencsére vagyunk abban a helyzetben, hogy város szinte valami utcáját fölmérte már a polgármesteri hivatal, és szinte minden egyes helyzetszámhoz tartozó ingatlanra megállították a jó házszámot. Most ezt fogjuk ellenőrizni. Ez egy jóval hosszabb folyamat, hiszen egy egész éven át tartó akciónk lesz. Szóval, amikor a felügyelő ki fog menni egy utcába, akkor azon túl, hogy lesz nála egy térkép és egy helyzetszámi jegyzék, ami rajta lesz, hogy melyik helyzetszámhoz melyik házszám tartozik, ezeket fogják végig ellenőrizni gyakorlatilag egész évben. Hát az egy bonyolult feladat lesz, és elég hosszadalmas. Tehát ez, hogy mondjam, a felügyelőtől is egy másfajta munkát fog megkövetelni, mint amit eddig csináltunk, hiszen most nem csak egy egyszerű ellenőrzés, hogy van vagy nincs házszám, hanem az, hogy jó házszám van neki téve, illetve a rendeletnek előírt igényes módon, igényes kivitelben kihelyezett házszámokról is kell, hogy szóljon a történet. Tehát nem elég egy papírra kiírni, mivel a vonatkozó kormányrendelet előírja, hogy a házszámot jól látható módon és igényes kivitelben kell kihelyezni. Azoknál a házaknál, illetve épületeknél, ahol a közterület felügyelet figyelmeztetése ellenére a tulajdonosok nem pótolják a hiányosságot, több százezres, illetve milliós bírság is kiszabható. Amennyiben nem lett csinálva semmi a dologgal, akkor a közterületfelügyelő eljárás fog kezdeményezni az ingatlan tulajdonos ellen, vagy ha ott fogja találni, akkor ott maga fog eljárni a tulajdonossal szemben. Ha ott van a helyszínen mondjuk egy ingatlan tulajdonos, és a felügyelő tud vele szemben intézkedni ott a helyszínen, felügyelők jogában áll akár helyszínen bírságot kiszabni, ami 50.000 forintig terjedhet. Ha eljárás fog kezdeményezni, akkor az eljárás során magánszemélyes szemben akár 200.000 forintig terjedő bírság is kiszabható, cégesen pedig 2.000.000 forintig terjedő bírság szabható ki. Ez ugye majd a hatóságnak a döntés lesz, hogy kivel szemben milyen mértékű szankciót fog alkalmazni. Ez már nem a közterületfelügyeletnek a hatásköre ilyenkor. Bodrogi László azt is elmondta, hogy aki nem biztos a saját házszámában, személyesen fordulhat a közterület felügyelethez, illetve a helyrajzi szám alapján online bárki felkeresheti a városháza.nyiregyháza.hu oldalt, ahol a címfelülvizsgálat menüjében a városrészek kiválasztása után lehet leellenőrizni az ingatlanhoz tartozó házszámot.